Komoly munkát végeztek a nyári szünetben a Herman Otto általános iskolában. 6 tantermet korszerűsítettek, az elsősök számára fenntartott 2 osztályterem pedig teljes egészében megújult. Az iskoligazgatótól megtudtuk, hogy szeptember 1-én 2 első osztály kezdett Felsőpakonyon, ahol az EMI által kiadott rendelet szerint a szájmaszk és a kisebb létszámú együttétkezést is bevezették. A nyarat idén sem töltöttük tétlenül, hiszen 6 tantermünket érintette valamilyen felújítási, korszerűsítési intézkedés, illetve végrehajtás. 2 elsős tantermünk szinte teljes egészében megújult. Több tantermünkben PVC padló burkolatot cseréltünk, illetve meg kell említenem, hogy a tankerület támogatása által a teljes emelet elektromos felújításon esett át. Az iskolánkban 277 tanuló kezdtem meg a tanulmányait ebben az évben. Alsó tagozaton és felső tagozaton is 7 osztályban és 2 első osztályban. Elsősorban az EMMI által kiadott intézkedési tervet vesszük alapul. Tanulóink számára ajánljuk a maszkviselését, illetve a felnőttek és ugye az ott helyzetekben viselik a maszkot, valamint az étkeztetést is úgy valósítottuk meg, hogy jóval kevesebb létszámban tartózkodnak a gyerekek az ebédlőben. Minden teremcserét, amelyek nagyon ritkák, hiszen úgy oldottuk meg az oktatást, hogy lehetőleg helye tanteremhez kötöttek legyenek az osztályok, de tanteremcser esetén ugye fertőtlenítés, tehát minden előírást szigorúan betartunk és a kollégák végrehajtanak. Sajnos egyelőre a szakköreink beindításával még várunk, viszont mivel ebben a tanévben iskolánkat is elérni a komplex alapprogram bevezetése, egyik első osztályban, egy második és egy harmadik osztályban, a délutáni alapprogramok megszervezését azt igyekszünk megvalósítani, azon kívül pedig egyelőre kivárunk, habár munkatervünkben minden korábbi hagyományos programot beterveztünk. Az első hullám tapasztalatait felhasználva megbeszéltük, hogy ugyanazt a platformot fogjuk használni, amit az első alkalommal. Tehát nálunk a Google Classroom volt használatban, ennek az előkészítése éppen folyamatban van. William.